Európa országaiban, így Magyarországon is jelentősen megnőtt az új fertőzések száma. Ebben a helyzetben most a három legfontosabb feladatunk, hogy gondoskodjunk az idősek biztonságáról, gondoskodjunk az iskolák biztonságáról, és a magyar gazdaság zavartalan működéséről is gondoskodnunk kell. Ez egyik nagyon fontos eszköz, a beutazási korlátozás. Ez tavasszal is meghozta azokat az eredményeket, amelyeket tőle vártunk, és a vírus elleni küzdelemben a siker egyik záloga volt. Jelenleg is ez az egyik olyan védvonal, amelyet alkalmazni fogunk a magyar emberek egészségének, biztonságának érdekében és a gazdaság működőképességében, a munkahelyek megtartása érdekében. A kormány fontosnak tartja, hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa.